Szerdán délelőtt újraindult az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ifjúsági hangverseny sorozata a Partitúra. A zenekar székházának felújítása miatt az eddigi megszokott helyszín helyett ezúttal a Technika házába várták a gyerekeket. Az első koncert műsorában Ravel Lúdanyó meséit ismerhették meg a fiatalok a zenekar és Szőcs Henrik hegedűművész közreműködésével. Én még emlékszem, amikor én pici voltam gyerek, mondjuk ez nem tudom, hogy milyen korosztály lesz, de amikor én ilyen 3-4 éves voltam, még emlékszem, hogy operában ültem és végig figyeltem, hogy mi történik, és annyira magával ragadó élmény volt, hogy most 27 év után is ezt hajszolom, ezt az élményt. Tehát, hogy annyira nem kérdés nekem, hogy ebben részt akarok venni, hogy a fiataloknak adjak lehetőséget, hogy megéljék a zenét, hogy átéljék, hogy foglalkoztassa őket, mert én is ebből táplálkozom nap mint nap, úgyhogy ez rendkívül fontos. A szimfonikus zenekar számára fontos, hogy a fiatalokat olyan művekkel szólítsák meg, amelyekkel elmélyíthetek érdeklődésüket a klasszikus zene iránt. A zenekar összeülés próbál, ez az alapkészülés, ezen kívül ma nem a Dobri Dani, hanem én leszek a műsorvezető, hát nekem egy kicsit több ilyen utánajárós munkám van ebben, hogy milyen történeteket dolgoz fel a Ravel, egészen pontosan hogyan, tehát a partitúrát is például kénytelen vagyok tanulmányozni, hogy a zongora változatból hogyan lesz zenekari változat, és hogy a megoldásoknak mégis mi értelmük van. A koncertsorozat legközelebbi előadásaira december 4-én, 5-én és 6-án kerül sor, amelynek keretében a Didergő király történetét ismerhetik meg a zenekar előadásában.